Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok! Oh, mit nem ad az Isten? Battlefield 1! Oka van, hogy elkészítettem most ezt a videót. Srácok, végre eljutottunk odáig a Battlefield 1 életében is, amikor a játék kezd felvenni egy alakot. Tehát kijöttek rá már annyi patchek, javítások, funkciók, amik alapvetően az elejétől benne kellett volna legyenek, hogy most már a játéknak egészen stabil alakja kezd formázódni. Ugye? És még hozzáteszem, hogy elméletileg ezen túl havonta, két havonta fog jönni valamilyen frissítés, javítás a játékra, tehát folyamatosan fogják update-elni a játékot, ami azt kell mondjam, hogy a mostani AAA kategóriás szenny játék világokban, hogy egy fejlesztő, akit manapság úgy hívnak, hogy DICE, figyel a közösségére, ez kiemelendő, megemlítendő, dicséretre méltó, és köszönjük szépen. Tehát kiadtam rohadt sok pénzt azért a játékért, de nem azért, hogy szar legyen, és nagyon örülök neki, hogy nem hagyják annyiban, és innen rá egy évre, vagy másfél évre sem fogják annyiban hagyni, hanem a játékot úgy fogják csiszolni és tökéletesíteni. Azt sajnálom, hogy nem veszik rá azt a 4-5 évet, ami valójában kéne egy játékfejlesztésnek, hogy elsőre megcsinálják olyanra, mint amilyenre kellene, meg legyen csinálva. Szóval ez az egyetlen egy dolog, de tényleg elismerésre méltó, hogy nem hagyják a játékot gyorsan elhalni. És ugye kijött most az első DLC is, és tök jók a pályák, nagyon jól néznek ki, tök élvezetes vele játszani, és nagyon jó pozitívum az új fegyverek, és nem könnyű őket elérni, értelmet ad a játéknak. Értelmet az, hogy visszamenjek Battlefield egyezni, mert mint maga, mint egy shooter, ez a játék jó és élvezetes, gyönyörű a környezet, effektek, minden nagyon jó. Egyszerűen nincs miért küzdeni, és azért hal el gyorsan ez a játék, de most az új fegyverekkel killódni fogsz, tehát sok-sok XP kill, és a többi kell ahhoz, hogy megszerezd az új fegyvereket. Továbbá, hála jó Istennek, és akkor szeretnélek titeket meghívni. Battlefield 1 The Necro Army Platoonba. Rákerestek a Platoonoknál, hogy The Necro Army, és lehet csatlakozni. Nem zárt a csatlakozási lehetőség, automatikusan mindenki tud csatlakozni, tehát régi és új Necro Army-sok jöhettek Battlefield 1-be, hogyha megvan. Sajnálatos opció, hogy csak 100-on. Tehát lehet, hogy ha megtelik ez a platún, és nagy igény van rá, akkor csinálok majd egy második platúnt is, de tekintve ezt, hogy BF4 Hardline, BF3, és BF1-ben és Battlefield 4-ben kettő platúnunk is van, de plusz a Hardline, és plusz még ez is, tehát így, ha nagyon nagy igény van rá, akkor csinálunk még egy platúnt Battlefield 1-ben is. De ettől függetlenül szeretném megkérni azokat, akik játszanak a Battlefield 1-el, azok csatlakozzanak ez a platóhoz, mert a Necro Army-t én anno azért hoztam létre, hogy a játékosok egymásra találjanak, és egymással játszanak, tehát barátkozás céljából, legyen játékpartner céljából, le azért, hogy jól mutassuk, mert hogy a Necro Army-ban vagyunk, és az jaj, de szép, és a Platoonnak most már Battlefield 1-ben nem csak ilyen egyszerű funkciója van, hogy összetartja a játékosokat, és egy nagyon jó extrát raktak bele. Hogyha tegyük fel, egy squadban 5 TNA-s van, és az a squad mondjuk elfoglal 2-3 zászlót, akkor a zászlón, ahol elfoglalta a TNA-sok elfoglalták ezeket a zászlókat, megjelenik a logónk. Tehát mutatja az, hogy ez a klán valamit tesz a csapatért, és mindenféle módon, nem csak így, van egy másik módja is valahogy, hogy kiemeli az, hogy te, mint mondjuk TNA-s, öten vagytok egy squadba, összeálltok, akkor, és tesztek a csapatért, akkor ott fog virítani, hogy igen, ezek ti vagytok. És ez lenne az egyik, ez egy tök jó dolog, hogy egy ilyen van a játékban. Szóval azt mondom, hogy TNA-sok együtt vagytok, menjetek ugyanarra a szerverre, legyetek ugyanabban a csapatban, ismerkedjetek, játszatok együtt, és mutassátok meg, hogy ott vagytok, hogy csináljátok. Mert emlékszem, anno BF4-ben annyian voltunk, ugye, annyi szervert töltöttünk meg, hogy
gyakorlatilag a hírünk Európa szintre emelkedett. Tehát tudták, hogy a TNA Európa szinten egy nagy közösség. Ez azért, ez nem semmi. Tehát Európa szinten egy akkora közösség, amit megemlítettek külföldön is. Tehát tudták, hogy magyar nagy közösség. És erről szólna az egész. Arról szólna, hogy mi együtt magyarok, együtt játszunk, ismerkedünk, hogyha úgy érzed, hogy egy közösségbe akarsz tartozni, akkor a TNA az nyújtja neked, és csak cserébe annyit kérünk, légy normális, tartsál be egy játéketiketet, szóval ne a teljesen bunkó oldalunkat mutassuk meg, hanem legyünk normálisak, és játszotok együtt, ha látjátok, egyik az egyik szervenen van, csatlakozz utána, csatlakozz a squadjába, és toljátok együtt, hogy látszódjon, hogy ott vagytok a játékban. Mi annál felemelőbb a játékban, hogyha megy a játék, jönnek a killek, és még a te zászlód virít a játékon belül, szóval ez tényleg meghozza a játékkedvet arra, hogy mondjuk egy Battlefield 1-et manapság bekapcsolni, és nálam is várat már nem sokáig, de alakulóban van, hogy megvegyem az új gépet, nagy gépet, és akkor én is teljes pompájában élvezhetem a Battlefield 1-et, nem úgy, mint most, és az biztos, hogy sokkal aktívabban, és sokkal többet, és videót is szeretnék csinálni a BF1-ről, úgyhogy addig én ötleteket nagyon szívesen fogadok a Facebookomon, hogyha szeretnétek, írjatok üzenetet a Facebookra, milyen videókat látnátok Battlefield 1-jel kapcsolatban, mi lenne az, amire igény van, és azokat is akkor bele, vagy ide esetleg kommentekbe leírhatjátok, és akkor azokat is bele tudom építeni a műsorba. Srácok, ennyi lett volna, csatlakozzatok a TNA Platóhoz, köszönöm a figyelmet, sziasztok!